Mi is történt? Miért nem volt videó? Látom mindenki eltolsz, hogy zsitlenik így ugye a videóval. És ebben... de régen mondtam már ezt ki. Ebben a mai videóm arra fogunk beszélni, hogy miért sem volt videó. Ezt a videót, ezt inkább egy ilyen beszélgetősebb fajta videónak tervezem, tehát ne az... Szóval nem fog benne, mit tudom, hogy mi történt, nem fogunk felmenni a oldalra, és nem fogjuk megkeresni Mr. hanem... Csak beszélgetni fogunk. És igen, fogok közben játszani, de ez csak azért, hogy menjen valami a háttérbe. Igazából valamilyen szinten mondhatom azt, hogy kiéltem. Pontosabban én sem tudom, de mostanában nagyon keveset játszottam a game-n, amit észre is lehetett venni, hogy egyáltalán nem voltam aktív se a YouTube-on, se semmilyen felületen. Különböző dolgok is közületi, amiről most, hogyha nem hallottam, mert nem akarok beszélni. De az egy az, hogy valamilyen szinten valószínűleg ki is voltam égve, a másik. Meg hogy nagyon kedvem se volt a gamehez, se a videózáshoz. És ugye ebből a szempontból meg is vagyok lőve, hogyha a gamehez nincsen kedvem, akkor nem is lesz videó, pusztulj már meg. Én próbáltam kialakítani egy... próbáltam kialakítani egy időrendet, egy olyan időrendet, hogy 4 napon belül mindenképpen lesz egy videó. Nos, hát ez nem sikerült. Ezért sem volt régebben ilyen, mert tudtam, hogy nem lesz jó, de megpróbáltam. És hát ehhez vezetett. Szóval én azt mindig is gyűlölöm, amikor valamit úgy érzek, hogy muszáj megcsinálnom, és hogyha nem, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Ennek köszönhető nagy részben az egész, hogy mostanában nem volt videó. Szóval valószínűleg mostanában nagyon nem lesz olyan, hogy időrend, tehát nem lesz olyan, hogy mit tudom én, szombaton jön ki egy videó, vagy hogy nem fogsz berezni, vagy hogy mit tudom én, tehát full random fognak jönni a videók, lehet, hogy egy hétig nem lesz semmi, aztán lesz valami. Ez ugye válaszol is fők, hogy hát ugye van-e kedvem videózni, meg ilyesmi. De ugye bár csomó más, a pusztulj már el. Gyere már ide, tesó, gyere már ide. Oké. Köszönjük szépen a segítséget. Szóval nem tudom, hogy mikor fog érkezni a következő videó, fel mi lesz a következő videó. Azt tudjuk, hogy már közeleg a nyárba, hát annyira nem, mert tegnap még fogyott, mert meg van 20 fok, szóval mindegy. Nyárra mindenképpen szeretnék videókat csinálni, több videókat, mint ami így most volt eddig ebben az évben, mert ez tudik elnalódni. Nyárra terveltek egy pár dolgot. Nyáron sok minden lesz. Nyáron azt meg akarom, nem tudom meg tudom elérni, de nyáron mindenképpen több videó lesz, mint ami eddig ugye már most volt, mert ez nagyon rossz eddig ebben az évben, ami volt. Bár tényleg nagyon nyomtátok, tehát köszönöm nektek, tehát most is, tehát eddig ebben az évben ez a 4 hónap alatt, meg ugye már csak, ugye még, na, tehát ugye április is van, ez a 4 hónap alatt annyit haladt a csatorna, amennyit régebben egy év alatt, tehát nem tudom, nagyon szépen köszönöm, srácok. Nagyon durvák vagytok. Anyám! És nem ígérem, hogy soha többé nem lesznek ilyen kihagyások, de megpróbálok lehet tenni, hogy ne legyenek. És egyébként, hogyha itt vagy még, akkor kérlek, nyomj egy like-ot, nekem ez rengeteget jelent, neked csak egy gombnyomás. Hogyha szereted a videóimat, akkor nyomjál meg. Mert amit ugye már mondom, hogy én egyébként magába a BS-hez nem volt kedvem. És éppen ezért ugye nem tudtam videókat sem csinálni, mert videókat még úgy, ahogy lett volna kedvem csinálni, de ugye ezen a csatornán meg vagyok nőve a BS-sel, én nagyon szívesen csinálnék más kontenteket is, ide fog teleportálni tudtam, de nagyon szívesen csinálnék más kontenteket is, csak hát igen. Ahhoz először is kéne egy jobb gép, meg egy olyan nézőközönség, akik erre vevőek. Oh! Megnyertem! Ja, meg hát egyébként hamarosan jön a Squadbuster. Egyébként, aki nem tudna, a Supercell-nek az új játéka. Hát... Egyébként srácok, írjátok meg a kommentbe, hogy szeretnétek-e a Squadbuster-ről tartalmakat látni. Jó, tényleg igen, akkor én már szívesen csinálok róla a videót. Szóval ennyi szóval ez a videó, hogy tetszett, akkor mindenkinek, hogy iratkozzatok fel, lájkoljatok, találkozunk legközelebb, de sziasztok!